A munkánk során gyakran elautóztunk Sopron és Ágfalva között a pszichiátriai intézet mellett. Ágfalvi rendezvényeken találkoztunk már az otthon lakóival. Majd a Kőszeg és a Szombathelyi filmszemlén az otthon lakói által készített díjazott kisfilmek nyomán indultunk el Ágfalvára. Az intézmény vezetőjével és a filmes kör megálmodójával beszélgettünk a munkáról, alkotásokról, betegségekről, lehetőségekről. A beszélgetés közben az Ágfalvi filmes körben készült filmeket láthatják. Az intézetet 1952-ben alapították a Bánfalvi Karmelita Kolostorban, ahol annó 12 apáca élt, oda bezsúfoltak 60 elmebeteget. És mire az intézet ide a 90-es évek elején kikerült, addigra már 100 lakója volt. És ott 92-3-ban olyan szerencsés helyzetben volt Sopron városa, hogy a három alpolgármester közül kettő szociális ágazatban dolgozott, illetve a harmadik már egy pszichiáter főorvos volt, és ők határozták el, hogy ez az intézet, illetve akkor még elmebetegeknek nevezett lakók, azok nem maradhatnak ilyen szűkös helyen, és akkor a Magyar Honvédségtől ezt a laktanyai épületet sikerült a városnak megszerezni, és akkor költözött ide ki az intézet, először csak a laktanyai épületbe, majd egy évvel később átadták az úgynevezett beépületünket, és már 140 lakunk van. Általában, aki bekerül ide az intézetbe, az mind úgynevezett nagykorképes pszichiátriai betegséggel küzd, ezek a schizofrénia és annak a fajtái, és ők azok, akik úgynevezett ilyen defekt állapotban vannak, akiknek a gyógyszerek annyira segítenek, hogy itt tudnak együtt élni a tüneteikkel, hogy a tüneteiket nem csökkentik le. Illetve van olyan is, aki jól van, csak őnek meg a szociális környezete nem teszi lehetővé azt, hogy kint éljen, mert hogy pont az előbb említett negatív előítéletek miatt nem tud boldogulni a világban. Szalai József hosszabb ideje az intézmény dolgozója. Jól ismeri a betegek mindennapjait. Ő kezdeményezte, hogy a betegek zsírai mintára hozzanak létre egy filmes kört. Mi a magyar társadalom mennyire vagyunk előítéletesek a pszichiátriai betegekkel kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy nem csak a magyar társadalom, hanem az európai kultúra eleve előítéletes a pszichiátriai betegekkel kapcsolatban. Igazából az emberek nem is nagyon tudják, hogy mi az, hogy pszichiátriai betegnek lenni. Tehát vannak elképzelések, van egy olyan kép a pszichiátriai betegségről, amit úgy gondolom, hogy az átlagember az amerikai hollywoodi filmekből ismer, hogy a pszichiátriai beteg egy veszélyes, egy kiszámíthatatlan, egy eleve veszélyt jelentő közeg a normális társadalomra. Az emberek többsége talán ezt gondolja a pszichiátriai betegekről. Van egy másik része a társadalomnak, aki érintett ebben, vagy a családtagja, vagy az ismerősi körében volt, aki pszichiátriai beteg volt. Ők talán már egy picit árnyaltabban látják a világot, árnyaltabban látják a pszichiátriai betegség helyzetét a társadalomban. Egy ilyen intézményen belül, mint az önöké, mennyire tudnak ezek az emberek teljes életet élni? Én úgy gondolom, hogy teljes életet élni egy pszichiátriai beteg ugyanúgy képes, ahogy egy másik ember. Úgy gondolom, hogy teljes életet élni az egy alapvető emberi lehetőség, ami mindenki számára adott. Csak ehhez a körülményeket kell megteremteni. Maga az intézmény, az otthon abban segít, hogy a pszichiátriai beteg teljes életet tudjon élni, tudjon dolgozni, szabad idejét el tudja tölteni, társas kapcsolatai legyenek, az ünnepeket meg tudja ünnepelni, a hétköznapokat meg tudja élni. Úgy gondolom, hogy ők meg tudják élni az életüknek a teljességét. Ugye az intézmény Ágfalva határában van, viszont mi Ágfalván nagyon sok rendezvényen találkoztunk az önök betegeivel. Mennyire jellemző, hogy ők akár Ágfalvára, akár Sopronba önállóan bemehetnek? Hát szeretném elmondani, hogy a mi intézményünk nem zárt intézmény. Ezt sokan nem tudják. Sokan meg is kérdezik tőlem, amikor találkozunk ismerősökkel, szó esik arról, hogy ki hol dolgozik, és elmondom, hogy én Ágfalván dolgozom a pszichiátriai betegek otthonában. Ez az első kérdések között szokott szerepelni, hogy ki járhatnak-e, ki mehetnek-e önállóan a mi ellátottaink, a betegeink. Hát erre mindig az a válasz, ami a valóság is, hogy igen, ki járhatnak. Csak az nem tud kimenni tőlünk, aki vagy az időskora, vagy a mozgás korlátozottsága miatt nem képes arra, hogy elhagyja az intézményt. De egyébként a lakóknak a túlnyomó része elhagyja is, és ki is megy, és ennek örülünk is, mi ezt támogatjuk is, hogy meglegyen a kapcsolatuk a világgal.
Azért tartottam fontosnak ezt az előző kérdést, mert visszatérve az első kérdésre, vagy az első témánkra, az előítélet az egy-egy ilyen településen, mint például Ágfalva, ahol többet találkoznak ezekkel a betegekkel, vajon kevésbé előítéletes? Nagyon nehéz kérdés. Én magát az előítéletet, úgy gondolom, hogy előítéletesen gondolkozunk akkor, hogyha mondjuk egy településnek az előítéletességéről beszélünk. Le kell bontani mindig egyes emberekre. Én úgy gondolom, hogy vannak emberek, akik elfogadóbbak, akik esetleg tudják, hogy milyen emberekről van szó, ők eleve előítéletmentesebbek. Vannak olyan személyiségek, akik valamiért fontosnak tartják, hogy az előítéleteik alapján tájékozódjanak a világba, őket nagyon-nagyon nehéz meggyőzni. Őket úgy gondolom, hogy továbbra is az előítéleteik irányítják. De nem szeretném kikerülni a kérdést. Én úgy gondolom, hogy Ágfalván talán éppen az otthon közelsége miatt, és főleg az utóbbi időben ez az előítéletesség csökkent. Én nekem ez az érzésem, ez a tapasztalatom. Közrejátszik esetleg az, hogy a evangélikus egyház átvette az intézményt, és esetleg jobban kötődnek a betegek is? Az evangélikus egyházi átvétel az bekapcsol minket szervesebben a faluba. Ez tény és való. Amikor folytak a tárgyalások arról, hogy átveszi az intézményünket az evangélikus egyház, akkor az egyház részéről is volt egy olyan kritérium, volt egy olyan követelmény, hogy olyan helyre mennek szívesen, olyan helyen vesznek át intézményt szívesen, ahol van egy élő evangélikus közösség. Ez Ágfalván megvalósult. Ágfalván van egy ilyen közösség. És ahogy átvett minket az intézmény, ugye az intézmény egy lelkészt is kapott, Heinrix Eszter lelkésznőt, aki az ágfalvi egyházközségnek a lelkésze, és ő borzasztóan sokat tesz azért, hogy mi még inkább tudjunk integrálódni a faluba. Igen, az egyháznak kérdésére az a válaszom, igenis nagy szerepen van abban, és még lesz is abban, hogy mi közelebb kerüljünk az emberekhez, ez a szakadék megszűnjön. Minden nap ugyanúgy kószál el, ugyanaz a vágy, ugyanaz a reggel. Felhőkön ülnek a percek, hívnak, hogy én is menjek. Régebben nem hittem benne egyáltalán, mert én úgy gondoltam, hogy ez csak egy olyan dolog, amiben talán a papok, meg van emberek hisznek, akik azt hiszik, hogy van valami természetfeletti erő, ami irányítja az embereknek a lelkét. Így éltem az életemet, egyáltalán nem tudottam, hogy tényleg van ez így, vagy nem úgy. Egy év ezelőtt viszont történt velem valami nagyon rossz dolog. Az orvosok súlyos betegséget állapítottak meg nálam. Rákos beteg vagyok.
Amikor feküdtem a kórházba, nagy kínok közt és fájdalmak közt, járt oda egy tisztelendő úr, már nem tudom mondani egyet neki, de elég sokat beszélgettünk Istenről, és akkor valahogy a lelkem én elkezdtem hinni benne, hogy talán mégis van, és hogy talán csodát tesz, és hogy majd lesz valahogy. És elkezdtem így gondolkozni, akkor az otthonban, ahol jár hozzánk az Ági nénék, ilyen hitoktatók, azokat is kezdtem el beszélgetni, sőt, szoktam elmenni a ilyen hitvallás órákra is. És hál' Istennek így visszagondolva rá, hogy talán mégiscsak létezik Isten, mert most, hogy voltam kb. 2-3 hete vizsgálaton Szombathelyen, kiderült, hogy visszazsugorodott a rákom, és hogy most sok az eredményeim. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igenis van Isten, hinni kell benne, és ő segít mindenben, amit az ember szeretne, vagy amit gondol az ember. Úgyhogy amit én gondoltam régebben róla, az csak mit volt. Tehát egy ember, amit gondolta, hogy van ilyen, hogy tényleg létezik. Hogy... Szóval nem tudom, hogy szavakba önteni, mert ez nagyon-nagyon nehéz erről beszélni. De most már hiszek benne, és azt is hiszem benne, hogy meg fog gyógyítani, és ki fog gyógyítani nagyon a rákból engemet. Köszegen járva nagyon sok templommal találkozom, és arra gondolok, hogy itt még megtalálom gyermekkorom illúzióit. De a mai emberek mit találnak itt, mit keresnek itt, miben hisznek itt? Erre csak Ady Endre versével tudnék válaszolni. Hiszek, hitetlen Istenben. Mert hinni akarok. Félúton várok, vége van, fénylik, de nem szín arany, akkor kezdeszel élni, mikor a mennyország kapujában sorban állsz és nem érted. Ki is vagy valójában. Közel 150 betegük van. Ebből hány betegnek tudnak munkalehetőséget nyújtani valamilyen módon? Én pontos számot nem tudok mondani. De hogyha egy délelőtt végigjárunk az intézetnek a területén, akkor azt látjuk, hogy minden olyan lakunk, aki épp kezelába, aki el tud menni a munkahelyre, az munkát végez. Százalékot mondanék, én úgy becsülöm, hogy olyan 70-80% a lakóinknak valamilyen formában értelmes munkajellegű tevékenységet végez a hétköznapok során. Egy laikus számára talán furcsa lehet, hogy nagyon sokféle kulturális tevékenység folyik a pszichiátriai intézményekben, így például Ágfalván is. Melyek ezek? Az ember az három részből áll, testből, pszichéből és lélekből. Mind a hármat kell ápolni ahhoz, hogy egészséges személyiségek legyünk. Az előbb a munkáról volt szó, ezzel úgy gondolom a testet tudjuk és a pszichét tudjuk egészségesen tartani. És van lelkünk is, amit a művészetekkel tudunk leginkább karban tartani.
odafigyelünk arra, hogy sokfajta lehetőséget nyújtsunk a betegek számára. A kultúra ne csak a kultúra fogyasztására, hanem a kultúra alakítására, a kultúra megteremtésére. Létezik nagyon régóta az intézetünkben színjátszókör. Ez nagyon régi, ez több évtizedes hagyomány. Egy nagyon jól működő kis színjátszó csapata van az intézménynek. Szereplünk az országos színjátszó találkozókon, több szép eredményt is elértünk. Vannak kiváló szavalóink, akik nagyon szépen tudnak modern verseket is interpretálni. Úgy gondolom, hogy olyan színvonalon, aki a színpadon látja, és nem tudja, hogy honnan jöttek, az úgy gondolja, hogy itt nem is pszichiátriai beteggel, hanem egy nagyon tehetséges versmondóval találkozik. Ami talán érdekes és izgalmas nekünk televíziósok számára, hogy önöknél van egy olyan vizuális szakkör, ami gyakorlatilag filmek készítésére jött létre, és ezek a filmek, mint ahogy a díjak is mutatják, nagyon jók. Kik, hogyan, miképp készítik ezeket a filmeket? Mit jelent ez a filmes szakkör Ágfalván? Mi 2010-ben kezdtünk el filmezni. Ennek a történetét pár szóban el kell mondanom, hogy a nézők is megértsék, hogy miről van szó. 2008-ban a Zsirai Fogyatékosok Otthonában egy Fábián Gábor nevű kolléga, aki egyébként amatőr független filmesként korábban filmezett, Gábor ötlete volt, hogy adjunk a fogyatékkal élő ember, a hátrányos helyzetű ember kezébe kamerát, hadd készítse el a saját filmjét. Fogyatékosokról, pszichiátriai betegekről, szenvedélyi betegekről készítettek filmeket. A múlt rendszerben kevesebbet, a rendszerváltás után többet. Ezek vagy hiteles alkotások voltak, vagy pedig nagyon-nagyon torz módon mutatták be ezt a világot. Gábor arra gondolt, ő mert egy nagyot gondolni, hogy adjuk oda a kamerát, adjunk lehetőséget arra, hogy ezek az ellátottak tudják elkészíteni a saját filmjeiket. Azt persze nem kell gondolni, hogy egy ellátott, aki soha nem dolgozott kamerával, vagy soha nem dolgozott vágó szoftverrel, hogy ő most leül és el tudja készíteni a filmjét. Hanem Gábor azt is kitalálta hozzá, hogy ezt milyen módszerrel tegyük. Ezt a módszert úgy hívják, hogy speciális filmes módszer. Ennek az a lényege, hogy maga az alkotó, az ellátott, aki kitalálja a saját filmjét, de azt, amit ő nem tud megcsinálni, mondjuk nem tudja a kamerát kezelni, vagy nem tudja a filmet megvágni, azt már egy segítő veszi át a szerepét. Azzal tudnám, egy képpel tudnám ezt egészen világossá tenni, olyan a segítő ebben a folyamatban, mint egy kerekesszék a mozgásában korlátozott ember számára. Maga a kerekesszéket a székben ülő mozgatja. Ő jut el A pontból B pontba, ő határozza meg az útirányt, de magát a segítséget a mozgáshoz, azt a segítő, az a kolléga adja meg, aki ezt a filmes szakkört, itt az intézetben én, más intézetekben a filmes segítő kollégáim teszik meg. Ülj ide mellém! Valamit mondok. Szomjas, hogy látom, egy üvegbort kibontok. Figyelj! Lehet, hogy nem vagy gyenge, de a szívedben ott van a penge, hogy a fegyver csövében nézel, ott már semmire nem mégy pintel, ha hocska el van vetve, te meg a föld alá temetve, itt senki se golyó háló, és ha szakad a védő háló, a halálugrás végén, a túlvilágnak szélén, majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolba kíván jutni, annak balra a második ajtó, de a Szentpéter szigetekre vár, és be van fizetve az útja önnek, amely ország turista legjobb szolgáltatást nyújtja. 5 évesen anyám családi okok miatt állami gondozás fordult. Szüleim elváltak, apámmal megszakadt a kapcsolatom. Budapesten a 8. kerületi Kálai Éva utca egy gimibe kezdtem. Majd középiskoláskor még több intézetre is megjártam. Kezdetben beilleszkedési zavarokkal küzdöttem. Bár nevelőim mellettem álltak, mégis megalázott, neurotikus kisgyerek voltam. Kedves anyuka! Leveleit és székképes lapét megkaptuk, és továbbítottuk kisfiának, Tibikének. Örömmel tájékoztatom arról, Tibikénk igen jól érzi magát. Első pillanattól belopta magát mindannyiunk szívébe. Külön öröm számunkra, hogy ilyen talpas egy kisfiú, el a rádiónál is felfigyelte. Első ízben Szepesi Gyuri bácsi szólaltatta meg.
Azóta kijött otthonunkban Kovali Károly, rádióbolta, és ismét felvették a gyerek hangját. Kisfiának lelkismeretesen gondját viseljük, igyekszünk pótolnőt, amelyben mi képesek vagyunk erre. Majd az általános iskola felső tagozatában magamra találtam. Nyolcadikos koromra egészen jó tanuló lettem. Sorra nyertem a vers és próza mondó versenyeket. Kiváló növendék és az intézet diáktanácsának elnöke is voltam. Sikeres voltam, kiemeltek a társaim közül, de anyám továbbra is nagyon hiányzott. Kedves édesanyja, kérlek szépen, csak akkor küldjék pénzt, ha neked is van. Igaz, hogy most szükségem van rá, de azért nem égetően. Egyébként írd meg azt is, amikor megjössz már, akkor egész végig otthon maradhatok-e? Szeretettel csókol, Tibi. Bácsi járt a magász a középiskolába, majd a Keszthely Egyetemre vettek fel. Az egyetemen fél év után abba hagytam, valami másra, többre, kalandra, önmegvalósításra vágytam. Ausztriába diszidáltam, majd az Egyesült Államokban kezdtem új életet. Az első havi fizetésemből vásároltam egy autót, keresztül kasúba járt az államokat. Végül Kaliforniában kötöttem ki. Másfél év után valami miatt mégis hazatértem. Munkát, barátokat, kapcsolatokat kerestem, de itthon sem találtam a helyem. Anyámmal tovább mélyütköztünk az ellentét. Már nála sem vakhattam. A peres felek megállapodnak abban, hogy az alperesnek a másfél szobás önkormányzati bérlakása fennálló családtagi lakáshasználata megszűnt. Két évig a család Cserhajolit anyáján húztam meg magam. A második télen már nem volt villany és sütés a házban, vizes matracon aludtam. A faluból néhányan próbáltak segíteni, pénzt adtak, ételt hoztak, vagy csak jó indulattal voltak irántam. Dolgoztam volna a TSZ természetében, de nem kellettem. Általában bizalmatlanok voltak velem. Féltek, gondolottak tőlem, meg is vertek. Egyre többször hívtak rám rendőrt, majd mentővel pszichiátriára vittek. Aztán a többit már tudjátok. 19 éve élek Ákvalván az otthonban, de ez már egy másik történet. Minden ember a sorsával születik. Ezt írja az anyám egy levél aljára. A sorsunkkal születünk. Te is, én is. Ezért legtöbbször nem tehetünk más, csak elmondni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mond csak. Melyik ajtón mennyekbe? Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mond csak. Melyik ajtó mennyekbe? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mond csak. Melyik ajtó mennyekbe? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mond csak. Melyik ajtó mennyekbe? A témaválasztás hogy indul ki? Ez a filmes szakkör tagjaitól, esetleg az önötlete, mikor mit valósítanak meg? Amikor elkezdtük a filmezést, akkor mi úgy gondoltuk, hogy ez csak egyfajta úri hóbort. Mindig vannak divatok, hogy éppen mit csináljanak az emberek. És mi igazából amiatt is mentünk el az első filmes találkozóra, Zsirára, mert jó kapcsolata volt a két intézménynek. Igazából tisztességből mentünk el. De ott a zsiraiok segítségével, ott helyben készítettünk is gyorsan egy kis filmecskét, és beleszerettünk magába a filmezésbe. Érdekes életutak jelennek meg ezekben a filmekben. Mennyire vállalják ezek a betegek, mennyire kitárulkozók? Filmet csak azzal a lakóval készítünk, csak az a lakó lesz filmes, aki akar filmet készíteni. Tehát aki jön oda hozzám és mondja, hogy ő szeretne szerepelni, az önmagában kevés. Az csak videózás, hogyha valakit levideózunk és vissza akarja magát nézni a képernyőn, az bármikor megtesszük. Maga a film egy kicsit komolyabb dolog ennél. Ahhoz kell egy elszántság, kell egy
kell egy elhatározás, kell egyfajta bátorság, amit én el is szoktam mondani a lakóknak, hogy a filmet készítünk rólad, azt a filmet nagyon sokan fogják látni. Abban igazából önmagadat, a sorsodat, a te életutadat, sőt az egész környezetedet képviseled, hogy ez nagyon-nagyon súlyos, nagyon felelősségteljes dolog. Maga a filmezés során igazából ki szokott derülni, hogy az, aki az ötletével megkeres, és filmet készítünk róla, ez érette arra, hogy ebből film legyen, hogy ezt a közönségnek meg tudjuk mutatni. És természetesen csak akkor, és csak ott, és csak addig, amíg a lakó ezt vállalja. A filmekből úgy tűnik, hogy egy olyan 5-6-7 fős csapat az, aki rendszeresen részt vesz ezeknek a filmeknek a megalkotásába. Jól látom ezt? Igen. Körülbelül 5-en, 7-en, 8-an vagyunk, akik így most már 8 éve ezt a filmezést, ezt a filmes szakört csináljuk. Mi befogadók is nyitottak vagyunk, ha valaki megkeres minket és szeretne ő is bekapcsolódni, őt szívesen fogadjuk, de azért nem mindenki akar filmezni. Azért ez egy nagyon-nagyon speciális dolog, és nem akarja ezt mindenki vállalni. Az Ég és Föld között című filmet, ha megnézi az ember, akkor azért azt látja, hogy ez nagyon nagy szerkesztői, vágói munkatevékenység, sőt a zenéknek az összeválogatása, szerkesztése, ezt ön csinálja? Igen, a vágást meg az operatúri munkát én végzem, én készítem. Én nem tanultam filmezés sajnos, tehát igazából én a filmfesztiválokon, a filmes napokon, a továbbképzéseken ott próbálom felcsipegetni ezt a tudásanyagot, próbálok utána olvasni. Nagyon sok oktató videó van a YouTube-on, és egy kicsit ilyen amatőr módon, meg ilyen szándékolt amatőrséget vállalva készítem ezeket a filmeket. Igen, ezek az én munkáim, de ez a lakóknak a közreműködése nélkül igazából értéktelen lenne. Én egyfajta eszközként szeretnék ebben a dologban szerepelni. Említette az amatőrséget, viszont az amatőrség ellenére önök nagyon szép eredményeket, sikereket értek el. Szeretném, hogyha megemlítene néhányat. A legnagyobb sikerünket a tavalyi évben értük el. A 4. budapesti független speciális filmszemlén a filmszemle nagy díját kaptuk meg az Ég és Föld között című filmünkkel. Mire nagyon büszke vagyok még, hogy 2 évvel ezelőtt a Zalaegerszegi Televízió által tartott Göcsej filmszemlén is szerepelhettünk, ott pedig a Zalaegerszegi TV díját kaptuk meg az Életre ítélve című szintén portréfilmünkkel. Amikor például a Kőszegen részt vesznek egy fesztiválon, és van önöknek néhány órájuk arra, hogy egy filmet készítsenek, akkor van egy előzetes koncepciójuk, vagy ez ott alakul ki? Mert Kőszegen például egy nagyon értékes, érdekes film keletkezett, de úgy tűnik, hogy végülis ezt néhány óra alatt mégsem lehet összehozni, vagy lehet? Nem lehet. Mi egy kész forgatókönyvvel megyünk. Én egy ilyen kőszegi alkalmat egy hónapig szoktam előkészíteni. Egy hónapig minden hétköznap összeülünk a filmesekkel, és ha csak 5 percre is, 10 percre, vagy egy órára, fél órára leülünk, és mindenki elmondja a filmes ötletét. Készítünk egy kis forgatókönyvet, nagyjából kitaláljuk a forgatási helyszíneket, kitaláljuk a filmnek az ívét, hogy honnan, hova akarunk eljutni, milyen mondani valót szeretnénk emögé a film mögé oda adni a közönség számára. Tehát ezt ott 2 órát persze nem lehet elkészíteni, egy kész forgatókönyvvel megyünk, de maga a felvételek és maga a gyors vágási munka az így ebbe a 2x2 órába nagyjából belefér. Most pillanatnyilag milyen filmet készítenek elő, vagy milyen filmben vannak bent? Idén még nem forgattunk, de egy forgatókönyvet már elkezdtünk készíteni. Szintén egy portréfilmmel készülünk, de ez még titok. Ezt igazából még az intézetben is csak 3-4-en tudják a filmeseim közül. Nem szeretnénk, hogyha a hírverés megelőzné magát a forgatást, tehát szeretnénk készíteni egy portréfilmet. És szeretnék még ebben az évben még 2 másik filmet mindenképpen elkészíteni. Az egyiket májusban a kőszegi filmes napokon, és szeretnék egyet nyáron a tiszafüredi filmes táborban 5 nap alatt. Az egy spontán film lenne, arra nem készülünk,
az majd ott, az ott a táborban fog kialakulni, de a kőszegi filmet azt természetesen megtervezzük, valamint a legsúlyosabb, fajsúlyosabb alkotásunkat, ezt a pesti filmszemlére szánt filmünket, a Kotré filmet, ezt pedig én úgy gondoltam, hogy március elején el is fogjuk kezdeni forgatni. Gondolom, hogy egy ilyen filmes szakkör támogatók nélkül, támogatás nélkül nehezen tud működni. Önöknél az intézményen belül ez hogy alakult? Mi nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert az intézmény az első pillanattól fogva támogatta a filmes szakkörnek a működését. Sokáig ez igazából erkölcsi támogatás volt csak, de a múlt évben történt azért egy nagy áttörés. Az egyházi fenntartónk vásárolt egy jó minőségű kamerát a számunkra, egy filmvágásra alkalmas, nagy teljesítményű számítógéppel is megleptek minket. Éppen tegnap érkezett meg egy puska mikrofon a kamerához, hogy normálisabb, jobb hangminőséget tudjunk készíteni. Én azt kell mondjam, mi nagyon hálásak lehetünk, mert mi olyan helyzetben vagyunk, hogy a mi filmes szakkörünket teljes mértékben támogatják. Születni kell újra meg újra, indulni kell a háborúba, és harcolni kell, meghalni és szeretni még, nem elég. Hát a reggeli munka úgy kezdődik, hogy felkelek, felöltözök, elviszem a szemetet, utána megreggelizek, és utána elkezdem a többi munkát csinálni. Ott kezdem a szemeletét a bénél, úgy jövök rá irodához ide, úgy megyek a dohányzó részre, ott öntöm ki a hangtálcát, és úgy megyek a épületbe, úgy a konyhára, úgy a poltára, és így összesen. Maga hulladék nagyon nehéz, mert amikor megjövendem, megtudododok a megfáradó, és nem bírok állni. Bírom. Erős szervezetem van. Nincs senki más, aki helyedre léphet. Itt születtél, és itt kell élned. Nincs másik hely, nincs más idő, meghallod is. Csak itt lehet. Hát a konyhai mosolyokat úgy viszem el, hogy kiadják a konyhán, és beentem a aknába. Aknába, a kis alagútba. Vagy abba a kis aknába van a többi szennyező dolog. Hát, gondoljtól, de én már megszoktam. Hát igen, a túlzsásba viszem a takarítást, minden nap takarítok, mert hogy szeretek bennem a vérembe, és én szeretem a rendetes a tisztaságot. Még ráadásul a kerekedefettes, abban kéne valamit csinálni, mert már öreg is. Régen a Péter bács tolta, de sajnos én már nyugdíjba ment, és átvettem a munkáját, aztán azóta én viszem a szemetet. Igazából a Péter bácsra nincsen gondom. Régen volt azért baj, mert azért veszekedetlen, meg kergetezett mindent. Kasszát, ő vitte a szemetet, hát nyugdíjba ment, én vettem át a munkáját. Óvodáson voltam a Cseresznye szoron is Sopronban. Úgy kerültem a Váciba, úgy a gyerekotomba, és úgy ide a falvára.
Most leszek szeptember 13-ban 38, 80-as vagyok, és 38 éves leszek. És jól lenne, ha megélném én is azt a életet, amit a Péter bácsi megélt. A Polga, Árpád, apám, a vérapám, vérszenti apám, aztán elváltak meg, hogy ütötte velte édesanyámat apám, sajnos. Nem tudok mit csinálni. Én nem döntetek anyámnak nem döntetek anyám nevében, meg a apám nevében. Hát ők megoldották, elhagyták egymást, és így kezdődött a élet. Hogy ide kerültem. Így keresett édesanyám. A gyerekotthonban mondta a Káti néni, hogy Krisztián, gyere nézz ki őt. Bementem, csókolom, jó napot. Én édesanyád vagyok. Ezt mondta én édesanyám. Olyan boldog voltam, komolyan mondom a jó Isten nevébe is, hogy nagyon jó volt, hogy megtalált édesanyám. És mindig jött látogatni, és oda ment a gyerek otthonba dolgozni. Nagyon sokat ott nőttem fel a gyerek otthonba. És utána már ő lett a gyámom. Őt választottam gyámomnak, és jó, hogy a édesanyámat választom, mert őt is szeretem, meg imádom. Meg kedvelem. Ő adott nekem életet, meg szeretetet, meg békét. Szia, anya, itt vagyok, mondjad. Jó van, majd jövök, jó na, szia, puszi, szeretlek, hello. Mama, kérlek, meséld el nekem, milyen volt az élet nélkülem. Hisz jól tudod, nem kértelek, nem kértem tőled az életet. S még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Csak szólni kell, én mindenért segítek, mindeniknek segítek. Ha kell valami, szóljanak, én benne vagyok, semmi baj nincs, semmi lakotásom van, mindegyik jó, jó, jóba vagyok. Csak egy pár ember, aki nem videnk el. Segítek másoknak bevásárolni, meg hogy tisztelt lelkiismeretem a Ozzy blokkot és elszámolom. Köszönöm szépen, meg egyszer. Írni, olvasni nem tudok, csak a munkához értek. 5000 forintot keresek a újparti munkáról, és igazából abból csak kaját veszek, felmosószert, meg mosogatót, meg kaját, meg még kis kávét, mert tudok kávézni, üdítőt, szerpőt. Meg itt a Peti a barátom, akivel jóba vagyok, és mindig együtt megyünk enni, kajálni, beszélgetni, ugyan sétálni, együtt vagyunk. Régen a Petivel is veszekedtem, de már régóta, hogy nem veszekszünk. És jóba vagyok vele, meg jó barátom. Úgy lenne jó ruházás, hogy betartanák a szabályt. Hogy? Csak annyit kérek a lakóktól, hogy kérem, a csikket ne a virágágyadba, a kiskertbe dobják, hanem a homtálcába, és ne a földre. Tiszteljék meg a munkánkat, csak annyit kérlek a lagoktól. Néha egy kicsit összebarézok, fogom vissza magamat, megrobálom vissza fognak magamat. És bocsássák, hogy kérdezik, 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 hog
Szólítottalak, kajra ígyban zártalak, öreg tenyém vagy. Hulló réteged áll, bűsforrás felé vezetlek, az lorog vagyok, elveszni senkit sem vagyok, karom felé. Utána ember meghal, porrá változik, és porrá lesz. Így teremtett a jó Isten. A lelke fölmegy a mennybe. Hát a kölyös sírhoz ki szoktam menni, mert megtisztelem a lakókat, és ő szeretek járni a temetőbe, mert én hiszek Istenben. Veszek egy pár szegfűt, vagy egy gerberát, és tiszteltet magadom, aztán a vége. Elköszönök tőlük.
Ködödöttem, köd mögöttem, Isten tudja, honnan jöttem, szélhozott szél viszel, minek kérdjem, miért viszel? Minek kérdjem, miért viszel? Isten tudja, honnan jöttem, ködödöttem, köd mögöttem, szélhozott szél viszel, boron kérdi, miért viszel? Keresem a hajnali szélben, vakító nap tüzében, hol van az a csillag az égen, viágom el neher vagy, lehet, hogy megtalállam.